Sziasztok, szép jó estét kívánok mindenkinek, ez az így oké, itt az M2 Petőfi TV-n, és ma este a sporté lesz a főszerep, de nem akármilyen sporté. A testépítést fogjuk egy picit gorcső alá venni. Sokaknak ez egy sport, sokaknak ez egy életforma, sokat hallunk róla negatív és pozitív értelemben is. Hát most ezt próbáljuk kibogozni két vendégemmel, Ocella Krisztinával, szervusz, és Berecki Krisztiánnal, szervusz. Sziasztok, köszönöm a kedves nézőket is. Bár elég lett volna szerintem csak a felkonf helyett titeket megmutatni, és már pontosan tudták volna, hogy mi lesz a téma. Még mielőtt ebbe belemerülnénk, mondjátok el, hogy ti hogy találkoztatok ezzel a fajta hobbival, életformával. Még úgy is, hogy azért tudom, hogy te inkább a fitness vonalon vagy, mint a testépítés. Igen, hát igazából vannak nyilván különböző kategóriák, annyira nem vagyok nagy darab, úgyhogy igen. Hát a Krisztiánhoz képest biztos, tehát bikini fitnessnél nevezzük annak, igen, de egyébként az is mondhatni, hogy a testépítés kategóriája, hogyha mondjuk a versenyzésről van szó. Igazából, hogy jött ez az én életemben, nekem apukám űzte ezt a sportot, és mi, amikor még kis 40 kilósan balettoztunk a nővéremmel, akkor megfogta a kezünket, és elvitt minket egy edzőterembe, és akkor mondta, hogy lányok, akkor próbáljátok ki a gyúrást. Igazi férfi szemléletű volt ez a balett? Nem, egyébként akkor már letudtuk ezt a balett karriert, tehát igazából pont szerettünk volna egy kicsit más sportot űzni, és hát nagyon megtetszett, nem feltétlenül ez a gyúrás most csak ilyen poénos megnevezése, de tényleg a fitness világa, az edzőtermi sport, a súlyzók, és illetve az is nagyon megtetszett, ahogy ez formálta a testünket, a külsőnket, úgyhogy nekem még ez ilyen 14-5 évesen kezdődött. Nekem ez máshogy indult, én nagyon vékony testalkatú srác voltam, nagyon vékony. Atletizáltam, sportoltam világéletemben, és ugye a környezetem, szüleim mindig noszogattak, hogy hú, de kis vékonyka, hogy vékony vagy, és én jártam sportszakkal, és az akkori testnevelő tanárom Búja Ferenc bácsi, egy jó kiállású, új atletikus, sportos testalkatú fiatalember volt akkor, és nekem már akkor megtetszett ez a fizikum. Jártam sportszakkörökre, sportoltam, extrém sportokat is űztem, BMX-eztem, görkoriztam, viszont a fordulópont akkor jött, mikor 10 évesen elmentünk egy ilyen egynapos családi nyaralásra, vagy strandulásra, Hajdúszoboszlóra, és akkor abban az évben rendeztek Magyarországon egy nagyon neves profi testépítő versenyt, ahol amerikai profi testépítők voltak versenyzők, azt hiszem abban az év volt először, és én akkor láttam testépítő életközelben először, őket fotózták, most már pontosan tudom, hogy kik voltak, nagyon nagy sztárok voltak, pontosan Kevin LeBron és Chris Cormier-t láthattam, ők két nagyon-nagyon nagy név volt a 90-es években, borzasztó fizikummal rendelkeztek, és ott álltam 10 évesen, és kérdeztem édesanyámat, hogy hát ők micsodák, és mondta édesanyám, hogy hát kisem, ők testépítők, és mondtam, hogy na én azt szeretnék lenni, és 10 éves korom óta kezdődött, és igazából komolyabban 14-15 évesen kezdtem edzegetni, és 21 évesen versenyeztem először. Először, amikor lementem a terembe, én úgy mentem le, pontosan úgy mentem, hogy én versenyezni szeretnék, nekem az volt a célom, hogy profivá váljak, és ezt el is értem a tavalyi év októberében, úgyhogy nekem ez így indult. Te ezzel gratulálok, utólag is. Azért te akkor mondhatjuk azt, hogy ez egy ilyen klasszikus út vagy, mert hogy azért azt nagyon sokszor szokták mondani, hogy azok a kisgyerekek lesznek, vagy azok a srácok lesznek testépítők, akik vagy nagyon ducik, vagy nagyon soványak voltak, és nagyon szeretnének egy változást, egy nagyon látványos változás, tehát nem csak azt, hogy leadtam 5 kilót, hanem hogy minden tekintetben. Pontosan ez nálam is, hogy így volt, vékony voltam, és mindenkitől ezt hallgattam, hogy nagyon rossz evős voltam, nem ettem húst. Tehát nálunk az étkezés úgy zajlott, hogy itt ültem én, itt ült édesanyám, és akkor etetett, hogy Krisztiánka, még egy kanála, Krisztiánka, egyél, Krisztiánka még. És ez annyira átfordult verseny után, hogy neki kellett szólni, hogy Krisztiánka már elég, elegetettél, tehát ugyebár nem kell mutatni verseny után, az ember az ki van éhezve, ki van a jó falatokra nagyon éhezve, sokat szeretne enni. És az első versenyszezonom után ez úgy sikerült, hogy 92 kilóval mérlegeltem, és 2 nap múlva voltam 113 kiló, tehát 20 kilót híztam, ami már a mostani fejemmel tudom, hogy egy borzasztó rossz dolog volt, tehát ez nagyon megterül a szervezetnek, szívnek, keringésnek, de akkor ugye bár még első verseny után egyszerűen nem tudtam megállni, hogy ne egyek sokat, és 2 nap alatt ez így jött össze. Bár ez egy utalom, mert egyszer egy éjszaka mentem haza autóval, és pont a testvéred nyilatkozott a rádióba, és akkor ő is elmondta, hogy verseny után pizza, beültek, azt hiszem még pont Las Vegasba is volt kint, és akkor elmesélte, hogy miket evett, mert hogy addig viszont egy évig ő úgy tartotta, nézte. És akkor itt eljut eszembe, hogy azért ez sokkal több, mint azt gondolom, mint egy sport. Mert sokkal kevesebb valahol a kiengedés. És most nem is csak arra gondolok, hogy nekem volt olyan barátom, aki most már nagyon sikeres boxedző, de ő is a gyurodába kezdte el, mondjuk. Lehet ezt mondani, gyuroda, vagy edzőterem? Ma nevezzük edzőterem. Edző, bocsánat. Nem, én elkövetek ilyen hibákat. Egyszer egy tűzoltónak azt mondtam, hogy én is az anyósülésen szoktam ülni, és erre rám nézett, és azt mondta, hogy tűzoltóautóban nincs anyósülés, ott jobb egy van. És mondtam, hogy elnézést, úgyhogy akkor maradjunk annál, hogy ez edzőterem, de hogy ennek egy saját világa van, egy saját nyelvezete van. Azért ott mindenki hirtelen egy picit testvér is lesz, mint egy sportklubnál. Tehát amennyire én láttam ezt a világot, vagy amennyire bele tudtam látni ebbe a világba. Én azt gondolom, hogy lehet ezt azért különböző szinteken űzni és művelni. Nyilván van a versenyző kategória, viszont vannak azok az emberek, akik csak szeretnének tényleg tenni az egészségükért, és mondjuk ezt a sportot választják, az edzőtermet, mert látványos, mert hamar el tudsz vele eredményeket érni, jót tesz. Tehát itt nem csak a súlyzós edzésről beszélek, hanem egy-egy edzőteremben vannak funkcionális részek, kardiógépek, tehát hogy egy nagyon populáris sport lett már, és igen, van az a szegmens, amikor valaki versenyzővé válik, és ott már tényleg, tehát ott nem csak az edzőteremről szól a dolog, illetve a gyúrásról, hanem ott már egy nagyon nagy faktor az is, hogy ugye mit viszel be a szervezetedben, milyen diétát tartasz, tehát ez nagyon sokat számít. Ez nagyon egy komplex sport, testépítés, fitness világa. De egyébként azért húznék egy határvonalat, aki csak azért sport, hogy fittebb legyen, vagy jó legyen, meg az élsport között. Most lehet fogok egy olyan dolgot mondani, amivel nagyon sokan megköveznek, de az élsport nem az egészségről szól. Az élsport a csúcs teljesítményről szól. Az élsport arról szól jelen esetünkben, hogy a színpadon 130-140 kg szörnyeket lássanak, tökéletes alkatú hölgyeket lássanak, atletikus hölgyeket, testépítő hölgyeket különböző kategóriákba, tökéletes alkatú klasszikus fizikus testépítőket, vagy men's-fizik versenyzőket. Tehát én itt húznék egy határt, hogy van ez, aki azért mozog a terembe, vagyis azért megy a terembe, és azért sport, hogy egészséges legyen, jól nézzen ki, fittebb legyen, energikusabb legyen, meg vagyunk mi, aki azért sportol, hogy egy olyan vizuális élményt adjunk a nézőnek, amit nem láthat máshol. Ez nagyon-nagyon komplex dolog. Nálunk ez szól elsősorban szól a étkezésről, első rész, szól a edzésről, második rész. Ez egy ilyen piramisnak a csúcsa, és szól a pihenésről. És ezenből és a különböző tudományokról, külön tudomány a táplálkozás, külön tudomány az edzés, külön tudomány a pózolás, külön meg kell tanulni jól pihenni például. Tehát ez egy nagyon komplex dolog, és ha te mindenbe 100%-ot tudsz nyújtani, akkor lesz igazán nagy bajnok. Tehát ez így működik. A pihenést, például a pihenést sokan alul értékelik. A pihenés az egyik legfontosabb dolog. Nekem például évekig nem derült ki, nekem súlyos alvási apnoém van, ez azt jelenti, hogy nem csak horkolok, hanem nem kapok levegőt. Ez úgy néz ki, hogy bár a testsúlyomból adódóan is van ez a betegségem, azért 130 kg vagyok, valamikor osztatomban 140 is, és én maszkkal az arcomon úgy alszok, hogy van egy cső az orromban, és hogy bányomja be a levegőt, és akkor vettem észre, hogy mennyire nagy a különbség, a differencia aközött, hogy például már normálisan tudok pihenni, meg évekkel ezelőtt, mikor elvileg jól aludtam, de mindig fáradtam, vagy nyomottan keltem, és akkor értettem meg, és akkor jöttem, hogy a pihenés az a kulcs szerepe az egésznek. Igen, de ha belegondolunk, azért is sokkal több ez a sportág, mert amikor ezen gondolkodtam, hogy mi a különbség ezen, akkor például ott vannak a táplálékkiegészítők, ott vannak és mindenféle vitaminok, porok és hasonlók, ami fehérjeporok, amivel ugye lehet. És hogy más sportolónál nem lát, tehát más sportnál nincs ilyen. Tehát nagyon ritkán van az, hogy mondjuk azt mondom, hogy egy díjugratóval, vagy egy kosárlabdázóval azt mondják, hogy fogyaszd ezt a fehérjeport. Ha mindig ilyet, és azt gondolom, hogy ezt nagyon sok más sportoló is fogyaszt ilyet, mert nagyon jót tesz a regenerálódásban. Én közbeszólnék, mert ez Magyarországon lehet, hogy nincsen, de professzionális szinten egy NBA-be, NFL-be, bármilyen magas szinten, bármilyen nagy ligában, nagyon professzionális szinten figyelnek a táplálkozásra, az edzésre. Tehát van, csak például a mi sportunkra sokkal jobban rá lehet húzni, mert sokkal jobban el tudjuk adni azt a terméket, mint mondjuk egy kosárlabdázó, mivel nekünk a fizikum a lényeg. Most nyilván egy kosaras is tök jól tud kinézni, vagy egy diugrató is tök jól tud kinézni, de nekünk az elsődleges szempont, hogy jól nézzünk és jól eladhatók legyünk, így nyilván egy testépítő fiú vagy egy testépítő hölgyel sokkal könnyebben el tudjuk adni az adott táplálkozást. Igen, én is azt gondolom, hogy ez inkább csak ilyen marketing része a dolognak, hogy ezzel a sporttal vannak reklámozva ezek a termékek, viszont azt tudni kell, hogy ez mind kiegészítés, tehát hogy nem ezen áll vagy bukik valakinek a fizikuma, hanem ez mind, tehát hogy bele kell tenni a munkát a sporttal, illetve a tiszta táplálkozással, és azután jön minden mindenféle vitamin, kiegészítő, stb. Tehát nem az adja a formát. Ez biztos, hogy ez közben az is van, hogy amennyire én látok bele ebbe a világba, hogy ez hihetetlen fegyelmet kíván, a nap minden percében fegyelmet kíván. De javítsatok ki a tévedek. Én ezt úgy gondolom, hogy ha kialakul egy szokásrendszered, akkor már nem esik nehezedre. Mert akkor már az életformád azt mondja. Igazából akkor szerviztem én is. Tehát ez egy életformád egyébként, ez egy különböző szokásoknak a felépítését, hatványadózása ez a testépítés, és úgy gondolom, hogy ezt a szokást bárki fel tudja venni, vagy bárki fel tudja ezt építeni a saját magának ugyanúgy. Tehát nyilván ez nem úgy fog történni, azt mondom neked, hogy tessék, hétfőtől itt van az éten, te most testépítő leszel. Ez mindenki úgy indul, mondjuk, hogy veszek egy fehér report, először eljárok kétszer-háromszor rendezni, és akkor így fokozatosan kialakítod, megtanulod a saját testeden, hogy mi működik, és így építed fel. De egyébként én hiszem és vallom, hogy ez tanulható és tanítható is bárkinek. Ebben biztos vagyok, és egy időben azt tudom mondani, hogy hihetetlen hiányérzetet is vált ki. Tehát, hogyha nekem is van, én is vagyok, hogy így elindult, és akkor ment. És most az van, hogy most ő heti 7 nap. Edz, mert hogy szüksége van a testének, ő akkor érzi jól magát lelkileg is, nem csak fizikálisan, ha az a napi 1 óra kis átmozgatás, ő úgy szokta mondani, hogy elmegy ugrabugrálni, de abban normál ember belehalna, de hát ugye ez a kis ugrálmegyek ugra, mert hogy kell a lelkének, tehát hogy akkor érzi magát otthonosan a bőrében. Ez abszolút egyetértek, tehát ez úgymond pozitív függőséget okoz, ha lehet ilyet mondani, mert igényli a szervezeted, a mentális egészséged azt, hogy tényleg, hogyha hozzászokott a szervezeted egy bizonyos sportmennyiség, ez mozgáshoz, akkor ezt megad neki, és itt, tehát itt egy idő után, ugye nyilván az elején általában terhes szokott az lenni, hogy lemenj a terembe, vagy egy olyan valakinek, aki előtte nem sportolt, viszont egy idő után, amikor már tapasztalod a pozitív hatásait a közérzetedre, hogy hiába voltál 2 órát a teremben, mégis több az energiát, tehát ahogy tapasztalod ennek a pozitív hozadékait, az okozza igazából a függőséget, tehát nem a szenvedés a teremben, hogy úgy sem így meghalok, hanem az, amit ez hoz magával. Egyébként ezzel is egyetértek. Nyilván a versenyfelkészülés közben vannak olyan napok, hetek, ugyebár a vége felé már sokkal fáradékonyabb vagyunk, ingelékenyebbek vagyunk, akkor azért minden nap nehéz kalória megvonás vagy borzasztó nehéz, és akkor mellette 2 edzés, pózolás, kardió, de egyébként minden egyes felkészülés egy ilyen utazásnak kell felfogni, mert rengeteget tanulsz magadról, rengeteget tanulsz a kitartásról, sokkal erősebb leszel, mentálisabb, és igazából, ha te végig tudsz csinálni egy 12-14 vagy akár 24 hetes versenydétát, amit én is végigcsináltam, akkor igazából az élet más területén is sokkal sikeresebb tudsz lenni, mivel olyan kitartást és olyan fókuszt tudsz megtanulni, meg olyan dolgokat tudsz a magadévá tenni, amivel gyakorlatilag, ha te most bármilyen vállalkozást el szeretnél kezdeni, akkor az is úgy fogsz hozzáállni, mint a sporthoz, hogy azt addig csinálod, addig viszed, amíg még sikeres nem lesz. Igen, óriási, bocsánat, önfegyelmet kíván a sportnak ez a része, illetve ez a szakasza, tehát hogy nyilván az evés, meg az étkezés az olyan alapvető dolog, tudod, hogy nem tudom, mész, megkívánsz valamit, és akkor bekapsz valamit, na, egy versenyfelkészülésben ilyen nincs, tehát hogy tényleg óriási önfegyelmet kíván, és nagyon-nagyon kirúg a komfortzónából ez a dolog, és én is egyetértek Krisztiánnal, hogy az élet más területén is lehet hasznosítani ezt a fajta önfegyelmet, és ezt, amit tanít egy ilyen dolog. Sok pozitívumáról beszéltünk, azért, mint laikus beszélünk egy picit, amit én látok belőle, a negatívumáról is, hogy ugye az, és ez nem most van, szerintem most nagyon sokat javult a helyzet, de amikor ez Magyarországra berobbant és sokat foglalkozunk, akkor nagyon sokan mondták azt, hogy hát persze, mert ilyen-olyan szereket használnak, amivel, és a testépítőknél ez mindig elhangzott. Ez az a sport, ahol ez nagyon gyakran megfordult, hogy illegális szereket használnak ahhoz, hogy így nézzenek ki, meg ugye így naturálisan nem is lehet, akkor mondták kinézni, akkor erre aztán lett külön versenykategória. Nyilván ez nálunk sokkal jobban látszódik, mivel olyan fizikumon állunk a színpadra, ami egy átlagember személynek nyilván nem szokványos. Valamikor nekünk sem, mert belenézek a tükörbe, és azt látom mondjuk versenyt 2 nap, hogy basszus, hát hogy... De kegyetlenül jól nézek ki. Azért ez komoly, ez durva. És visszatérve erre, most aki benne van a sportban, annak ezt nem kell magyarázni, hogy ez anélkül nincsen, mivel ilyen fizikumokat lehetetlen egy Mr. Olympia szintű fizikumot lenni, még egyszer megismétlem, lehetetlen elérni. Hozzáfűzöl valamit? Most jön az én véleményem. Nem, nyilván... Persze, ez, tehát, hogy mondjam, ez úgymond egyértelmű lehet, hogy nem mindenkinek, meg az laikusok számára nem, de nyilván vannak azok a kategóriák testépítésben, ami fizikai képtelenség elérni olyan definiáltságot, olyan méretet, és igazából erre vannak ezek a szerek kitalálva. Szerintem női kategóriában ez ennyire nincs jelen. Jelen van, én, mint amatőr sportoló, én nem tudok erről nyilatkozni. Tudom, hogy profi berkekben, meg a Mr. Olympia színpadán nincs bikinis lány, aki ne használna bizonyos dolgokat. Én ugye nem tudok tapasztalatról beszélni, mert nálam első az egészség, és mivel én a versenyzést azt inkább mint kíváncsiság, és mint tapasztalat tettem föl így a porondra magamnál, ezért nem is tervezem, hogy ilyen irányba feszegessem a határaimat, illetve azt gondolom, hogy ez azért a női szervezetnek, és most itt csak a versenydiétáról beszélek, sokkal-sokkal megterhelőbb ez az egész sport, ez az egész diéta, mint egy férfinak. Tehát sokkal jobban kell vigyázni, illetve figyelni, mert sajnos előfordulhatnak olyan dolgok, amiket később nem tudunk visszafordítani. Tehát gondolok itt hormonális... Egy női hormonrendszer, egy női endokrinrendszer sokkal érzékenyebb. Nem csak a szteroidra, egy sima diétára például mondjuk, ha egy a csajoknál ugyebár valamilyen szinten a zsírt, azt is valamennyire levisztük, de azért tartani kell, de például egy bizonyos gramszám mennyiség alatt megy már a zsír, felbúl a ciklus, felbúl a pajzsmirigy hormonrendszer, és ez igazából nem a szteroidnak a baja, hanem a diétának. Most csúnyán fogalmazva, a női test nem versenyzés lett kitalálva, de amit a csajok a színpadra visznek, a bikinis csajok, az eszméletlen, tehát borzalmas. Szerintem is eszméletlen. Naturálban is, és nem naturálban is, tehát vannak olyan fizikumok is, női fizikumok, amik csodálatosak, és nem, szerintem egy nőnek nem is kellene használnia semmit. Beszéljünk egy picit, mert szóba került itt a vége fel a felkészülésről, mert aztán lesz még egy kérdésem, az már inkább a magánéletet érinti, de nem tolakodóan. Hihetetlen a felkészülés a versenyre. És most nem is csak arról beszélek, hogy ez edzésmunka, amit bele kell tenni, hanem amit én utána olvastam, hogy itt napokkal, hetekkel előtte már víztelenít az ember, már szálkásítja magát, már nem eszik egy nappal előtte, és közben azért azt gondoljuk, hogy a színpadra csak ki kell állni, de egyszer beszélgettem egy már színpadon állt testépítős, és azt mondta, hogy figyelj, hihetetlen fizikai munka az, hogy én ott mindent meg tudjak mutatni, tehát hogy olyan, mintha effektíve tényleg mondjuk egy futnék, vagy úsznék, vagy kerékpároznék egy sportversenyen, hogy ezt ne tekintsük annak, hogy ott az már csak arról szól, hogy kimegyek, így csinálok, és akkor köszönöm szépen, jók vagyunk, hogy ezt hogy lehet bírni? Tehát hogy lehet időről időre, mert hogy ez nem is arról szól, hogy 4 évente egyszer, vagy 2 évente világbajnokság van, hanem versenyről versenyre, és sőt egy egész évet úgy kell felépíteni, hogy az ember tudja, hogy májusban itt vagyok, mondjuk nem tudom, augusztusban itt vagyok, összejön az Arnold Classic, amire ki szeretnék menni, ott kell a csúcsformámban lenni, de közben ki kell jutnom, tehát ott se lehetnek nagyon összeszakadva. Igen, nagyon sok összetevős ez az egész versenyzés és versenyfelkészülés, és akik azt hiszik, hogy ez csak arról szól, hogy 5 másodpercet kitippegünk magas sarkúban, megmutatjuk a popsit, meg a hasfalat. Kicsit mosolygunk és jók vagyunk. Hát ez elég rossz úton jár. Igazából én most a magam nevében beszélek. Nekem, ami elég nagy nehézséget okozott, az, hogy összehangoljam ezt az elképesztő fegyelmet és sok összetevős dolgot az életemmel, mert hogy mellette dolgozik az ember, mellette háztartást vezet, vannak állataim, van párom, van családom, és mellette kell edzeni, főzni, kardiózni, és pénzt keresni, és minden mást is. Nyugodtan mondhatnád, hogy azért nem tudok így jól kinézni, mert hogy áll le időmre. Nyilván, hogyha valakinek ez a hivatása, ebből él, az úgy más. Tehát Amerikában vannak inkább olyan versenyzők, akik mondjuk tényleg csak szponzorációból élnek, és akkor igazából a napi teendő az kimerül az edzőteremben, esetleg főzésben, de inkább azt is kapja egy másik szponzortól. Tehát, hogy itt nekem az volt igazán nehéz, hogy ezt így mind összehangoljam a nap 24 órájában, és még aludni is legyen időm. Tehát persze az ételmegvonás, a víz, stb. Az is nyilván nagyon hardcore, de amikor már látod az eredményét a munkádnak, és amikor már tényleg csak egy pár nap, vagy esetleg 7 választál, akkor ezek már ilyen, akkor ezt már kibírod fél lábon is. Viszont ez a víz megvonása, én egyébként vitatkoznék, mert például ez egy tévhit, ez egy nincs ilyen. Nézd rám, só meg vízmegvonás nem létezik. Tehát, csökkentett sóbevitel és csökkentett vízbevitel van, de amint például én beleestem abba hibába volt, hogy például nulláztam a sót nullára, meg nulla volt a vízbevitelem is, például versenyt egy nappal, és sokkal rosszabbul néztem ki, mint akkor, mikor mondjuk magasabb volt a folyadékbevitel, és majd magasabb volt a sóbevitel. Ami legjobban megviseli a szervezetet és a testet, az a só és a víz megvonás, és azt vettem észre, most már van egyébként egy profi edzőm, aki ebben segít, hogy amióta ezeket a hibákat kiküszöböltük, sokkal, nem mondom, hogy könnyű, nyilván nagyon nehéz, mert például rosszabbul alszol, forgolódsz heteken keresztül például, nem tudsz jól aludni, felkelsz, többször felkelsz mosdóba, nem alszol csak 4-5 órát, két edzés, stb. Viszont mióta ezek a hibák ki vannak küszöbölve, igazából könnyebb, meg te is sokkal többet tanulsz, és mentálisan sokkal többet erősödsz, de azért ezt a 12 vagy 20-at tudod adni egy idézőjelbe, ezt most nem degradálisként mondom, egy átlag embernek, hogy csinálja meg, elsőre szerintem 10-ből nem egy, 9,5. Nem tudná szerintem, vagy talán biztos, egy vagy kettő tudnál még csinálni. De és annak kiderül, hogy volt sportmúltja, tehát hogy és aktív sportmúltja. Vagy nem teljesen normális, mondjuk esetleg az is, de nehéz, tehát nehéz. Így végezetül egy úgy személyes kérdés, hogy fitnessversenyző, testépítő kapcsolata, az csak fitnessversenyző és testépítővel képzelhető? Csak azért képzel az ember, hogy ahhoz kell egy nagyon nagy empátia, hogy én megértsem azt, hogy 12 hétig hihetetlen ideges, mert most már elkezdett egyre kevesebb vizet benyomni magához. Egy éjszaka fel kell 5-ször mellőlem az ágyba. Most azt gondolom, hogy a hölgyek se kivételek ebben, tehát lehet, hogy egy picit most időzősen mondom, de hisztisebb a verseny előtt egy pár nappal, és akkor ezeket mondjuk el kell viselni, hogy ez az a megfelelő, ha az ember egy testépítő fitnessversenyzővel jön össze, aki erre azt mondja, hogy tudom, drágám, hagyja, csak azért ideges, mert most fél dekával kevesebb csirke volt ma már, vagy ezt egy normál ember meg tudja érteni. Nekem igazából, hogy mondjam, a párommal közös bennünk a sport szeretete, ő nem versenyzik, meg ebben hány napot edz egy héten? Ugyanannyit edzünk. Jó, hát ennyit erről. És te hányat edzel? 6-ot? Hát igen. Jó. Teljesen normális, én is ennyit járok le. Jelenlegi párom is versenyzik, ő junior versenyző, még fiatal, 21 éves. Az ex-párom is versenyző, ő már profi státusz kapott az előző párkapcsolatomban is, versenyzett mindenki. De én azt gondolom, hogy egy párkapcsolatban nem az a fontos, hogy a másik fél versenyzik-e, hanem egy jól működő párkapcsolatban ott tudják egymást tolerálni, az független attól, hogy versenyző vagy nem versenyző, ott tudni kell egymás dolgait jól kezelni és tolerálni. Nem is azt mondom, hogy versenyző, hanem hogy benne van ebbe a közegbe, hogy nehezebb. Aki benne van, az jobban ért és jobban belelát, viszont aki nincs benne és esetleg nem versenyzik, viszont a párja versenyzik, ő meg belelát és beletanul, és igazából megtanul mindent erről. Igen, szerintem nekem például a párom főz általában, úgyhogy ezt ki vagyok. Jó, nem mindig, de azért úgy leveszi rólam ezt a terhet, és úgy gondolom, hogy abszolút partner mindenben, attól függetlenül, hogy nem versenyző. Ha nem akarunk gyúrni, járni, akkor tanuljunk meg főzni, és akkor így lehet még esélyünk arra, hogy egyszer akár egy fitness versenyző lesz a párunk. Vagy járjunk le edzeni, és az se egy rossz megoldás. Nagyon köszönöm szépen, hogy itt voltatok. És köszönöm, hogy egy picit bemutattátok a nagyon pici szegletét is ennek az igazán szép sportnak, amiben nagyon sok kihívás van, de nagyon sok öröm, és hát nagyon sok szépség is. Úgyhogy rátok nézünk. További szép estét nektek, és további szép estét a kedves nézőinknek is, természetesen majd jövét kedden jövünk egy újabb érdekes témával itt az M2 Petőfi TV-n. Addig is sziasztok, szép hetet!